egy kis ízelítő a tavalyi gyógynövénygyűjtésből, akkor is sokan összejöttek a Grábóczi réten. A programot a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is megszervezi. És ez egy nagyon régi katolikus német hagyomány szokás, amit úgy tudom Bonyhádon elevenítettünk fel első alkalommal az egész országban közel 20 éve. Egy cikói könyvben, a Kiszler Ilonka néni könyvében olvastam először a gyógynövényszentelésről, és ez annyira megtetszett. Ezen kívül Papi Éva készített egy kis füzetet erről, és ez annyira új dolog volt számomra, és úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes lenne újból feleleveníteni, és a Kránclány táncosokkal ezt megtettük, mégpedig a Zommerfest keretein belül. A Zommerfestet nem minden évben tartjuk meg, hanem 2-3 évente. Tavaly volt az első alkalom, hogy nem szerveztünk Zommerfestet, de a gyógynövénygyűjtést azért megszerveztük. Következő alkalom pedig 2024 lesz, amikor egy nagy rendezvényt szervezünk Bonyhádon, ugyanis 1724. augusztus 1-én kötött letelepedési szerződést Kun Ferenc a Bajorországból frank részről érkező németekkel. És a frank részen is hagyománya volt a gyógynövényszentelésnek, nem csak a frank részen, hanem az egész délnémet vidéken, Bajorországban, Baden-Württembergben, Ausztriában, sőt még Svájcban is, és ezeken a vidékeken még ma is aktív ez a hagyomány, még ma is ápolják, és a gyógynövényeket csokorba kötve elviszik a templomba, ahol megszentelik. A német önkormányzat elnöke elmondta, hogy nem csak a hagyományok életben tartása miatt fontos ez a program. Nem csak azt szeretnénk, hogy a bonyhádiak őrizzék ezt meg és adják tovább, hanem ez ismerté váljon minél szélesebb körben. És az is fontos, hogy a növényeknek a gyógyhatásait megismerjék a gyerekek. Tudják meg azt, hogy a csokorban milyen növényeket teszünk, és annak milyen hatásai vannak, gyógyhatásai vannak. És én úgy gondolom, nem csak a mezőn szedett gyógynövényeket kellene újra megismerni, hanem ennél sokkal szélesebb körben azokat a növényeket, amiknek gyógyhatásai vannak, amiket fel lehet használni akár otthon a főzésnél, vagy teakészítésnél, hiszen tudjuk, hogy régen nem voltak orvosok. Az asszonyok járták a mezőt, és különböző teákat készítettek a növényekből, és jó lenne, hogyha ezt újból felelevenítenénk, és látok azért erre kezdeményezéseket, és jó lenne, hogyha ez minél szélesebb körben megvalósulhatna. Cikón 22 gyógynövényt kötöttek egy csokorba, és már korábban elmentek az asszonyok, a lányok a mezőre, és gyűjtötték a növényeket, mert ugye ezek a növények nem egyszerre virágoznak, és időbe tellett, még mindent összegyűjtöttek. Akkor ezeket csokorba kötötték, és augusztus 15-én Mária mennybe menetele ünnepén elvitték a templomba, ahol megszentelték. Cikón egy-egy család három csokrot kötött, és egyet a szobába, egyet az istálóba, az állatokhoz, egyet pedig a padlásra helyeztek el. Úgy gondolták, hogy ennek olyan hatása van, hogy megvédi őket a villámlástól, a betegségtől. Idén augusztus 13-án szombaton rendezik meg ezt a programot. 9 órakor indul egy busz az előre jelentkezőkkel, de azokat is várják, akik saját autóval mennének ki a helyszínre. Ide jövünk Grábócra, erre a kis szép településre, és itt fogjuk összegyűjteni a növényeket, a növények nagy részét. Előtte már elmegyünk és felfedezünk más növényeket is, mivel minden itt nem található Grábócon, és utána elmegyünk Bonyhádra, a művelődési központban csokrokat készítünk, elmagyarázzuk, hogy milyen a növényeknek milyen gyógyhatása van. Itt lesz velünk még Pap Éva, aki a füzetecskét írta ebben a témában, és ő fog elmondani minden hasznos információt ezekről a növényekről. Szombat után pedig vasárnap 10:30-kor a német nyelvű misén kerülnek megszentelésre ezek a csokrok, utána pedig mindenki hazaviheti. A német önkormányzat egy rajzpályázatot is kiírt a témában, Mi jut eszedbe a gyógyfűcsokorról címmel. Szeretnénk, hogyha minél többen küldenének be különböző technikával elkészült rajzokat, amiket később majd értékelünk, és mindenki kap majd egy ajándékot is. A rajzok beküldési határideje szeptember 30-a, majd az online szavazás után október 4-én lesz az eredményhirdetés.